Totori Spice született kéme. Beverly Hills utcáin este 8 óra 11 perc. Ha-ha! Beverly Hills! Egy város, aminek nagyon kell a változás. Malá! Perfecto! Lám, lám, lám! Csak nem Senior Starchi a régi trükkjeivel. Sose kaptok el lányok. De ez nem jelenti azt, hogy ne legyen merev a felső ajkatok. Bravo, Clover! Hú, klassz vagy! Hé! Na hát, lányok, ez tökéletes csapatmunka volt! Igen! Fantasztivup! Beverly Hills-i állatkert, délelőtt 11 óra 36 perc. Imádom a Whoop piknikeket, és a legjobb hely rá a Beverly Hills-i állatkert. Úgy van, jön a Mi Vanda barátainak bemutatója. Na persze, bár a pikniknek nem az elektroállatokban való gyönyörködés, hanem a verseny a lényege. Miről beszélsz, Clover? A tökbén a Whoop kiváló ügynökdíjról beszélek. Az egyénre koncentrálnak, nem a csapatra. Ha már az egyénekről van szó, ó, de jó képű! Hogy látlak. Sziasztok! Én is örülök nektek. Te most még csodálatosabb vagy, mint ahogy emlékeztem. Lehet, hogy gyakrabban fogunk találkozni, mert áthelyeztek a Whoop fejlesztő laborba. Tényleg? Ez csodás! Üdv mindenkinek! Itt az 5. Whoop pikniken. Elérkezett a pillanat, amire mind vártak. Az idei kiváló kémdíja kiosztása. Na jó, most jön a bénaság. Kezdjük a legjobb elfogási manőverrel. Az idei díja Suppomo kapja jáváról. Következik a legjobb kémtechnika. A díj nyertese Ami, a Whoop utazó ügynöke és titkos ügynök. Most következik a legmagasabb kitüntetés, a legtökéletesebb Whoop ügynök díja. Senior Starchi elfogásáért, aki egy régóta körözött gonosztevő, de mindig sikerült elszöknie. Ezt a díjat örömmel adom át Clovernek! Nekem? Na ne! És mivel győztes vagy, engedélyt kapsz a légpárnás limuzin használatára. Kapsz egy robotasszisztenst és külön irodát az enyém mellett. A nevem virtuálozó. Állok rendelkezésedre. Jó! Nem is tudom, mit mondjak. Azon kívül, hogy életem legsikeresebb pillanata volt, amikor félkézzel elkaptam a Senyort! Hé! Félkézzel kaptad el Senyort Starchit? Na, ennyit a csapatmunka jutalmazásáról! Uram, atyám! Úgy tűnik, a tűzijáték lukat ütött a műbunda barátainak kiállításán. Ezt nemrég olvastam, Bubó, rendkívül veszélyes lehet. Mennyire veszélyes? Ha magára hagyják, a testsúlya 50-szeresét képes megenni egy óra alatt. És nem válogat abban, hogy mit eszik. Ne félj, Jerry, intézkedünk! Nem akarom mondani, de biztos, hogy a Whoop legjobb ügynökének kell egy műmajmot kergetni a városban? Ha meg akarja tartani a jutalmait, akkor igen. Rendben, megcsinálom. Nagyszerű. Később beszélgetünk, hölgyeim. Hé, nézd a jó oldalát. Klassz stílusban üldözhetjük. Sajnálom, lányok, de hallottátok, mit mondott Jerry? A limuzin csak kivételesek használhatják, és az én vagyok. Ugye csak viccesz? Eszembe sincs. Viszlát! Los Angeles, déli 12 óra 40 perc. Nem tudom, mi a rosszabb, hogy Clovernek fejébe szállt a dicsőség, vagy hogy tömegközlekedéssel üldözzük a gonosztevőt. Mindkettő vacak szemi, de egyik sem annyira, mint hogy most ültem bele egy rágó gumiba. Ezzel majd később foglalkozunk. Előbb meg kell akadályoznunk egy elektromos majmot, hogy a banángyárat terrorizálja. Hé, ott a limuzin! Lehet, hogy Clover már elfogta Bobót. Sziasztok! Mit tartott ilyen sokáig? Ó, látom, nem.
Clover, hát te mit ücsöröksz? Tétlenül. Nem ücsörgök, hanem várok. Mint a Whoop legjobb ügynöke, úgy gondoltam, én csak supervisor leszek a bevetésen. Rosszul gondoltad. Úgyhogy emeld fel a dagadt fenekedet és mozgás! Hú, Jerry nem viccelt. Ahhoz képest, hogy gép, jó nagy étvágya van. És milyen visszataszító. Az ilyen látvány nem a Whoop legjobb ügynökének való. Sajnálom, Clover, de ezt kell szeretni. Na, mondom a terven. Én balról cserkészek, Alex jobbról megy, és amikor a helyünkön vagyunk, Clover eltereli a figyelmét, lehetővé téve, hogy elkapjuk. Remek terv, Sammy. Figyelj, Clover, most! Clover! Clover! Francesnek minden jót! Clover! Hogy volt képes így cserben hagyni minket? Nem tudom, de sajnos nagyobb gondunk van. Sokkal nagyobb gondunk! Csak képzelem, vagy Bobo minket is csemegének néz! Minden esetre örülök, hogy az egyenruhám nem banánszínű. Na jó! Azt hiszem, itt az ideje, hogy elbuktassuk a majmot. Ugye nem akarod, hogy a régi banánhétrükköt vessük be? Dehogy is, én a dupla gumis lasszős manőverre gondolok, persze a te segítségeddel. Megvan! Ez is megvan? Hát, úgy tartják. Minél nagyobb, annál nagyobbat esik. Használhatnánk ezt Clovernél is, hogy alább hagyjon a túlméretezett büszkesége. Jajajaj! Hubbörtön este 8 óra 30 perc. Hé, stupid kémek! Semmi sem tarthatja vissza Senior Starchit az ő fontos küldetésétől, hogy belekeményítse a világot a feledésbe! Na jó, ha eddig haragudtam Cloverre, akkor most dühös vagyok rá! Én is? Nem tudja, milyen nehéz egy álmajmot a közönséges buszon szállítani. Jobb, ha itt tartjuk, míg a technikusok el nem viszik. Jó ötlet. És addig is azt mondom, látogassuk meg Clovert, és mondjuk neki a magunkét. Egy kicsit balra. Feljebb. Sok. Aha, ez az. Jól van, Clover. Több, mint elegünk van a te szuper-vuppos viselkedésedből. Igen, ami sok, az nagyon sok. Virtuálózó, kérlek, intézd el őket. Sajnálom, senki nem találkozhat Cloverrel előzetes megbeszélés nélkül. Te karomba! Szuper-bunkó, de ha ő így akar játszani, akkor erőszakkal megyünk be. Elég volt. Ideje, hogy átnyúljunk Clover nagy kövér dagadt feje fölött. Nem szívesen vonjuk be a veszekedéseinkbe, de amióta kitüntették, Clover úgy viselkedik, mint egy filmsztár. Nem csak azt nem engedte meg, hogy limuzinon menjünk, de egész bevetés alatt nem csinált semmit. Tessék! Ez nem igaz. Csak fontos interjút kellett adnom a Whoop Life magazinnak, és ha valakinek beszélnie kell Jerrel, az én vagyok, hogy elmondjam, mennyire féltékenyek vagytok. Féltékenyek? Amíg nem találok valami megoldást a helyzetre, szét kell, hogy válasszalak titeket. Nekem jó. Nekem is. Nekem is. Rendben. Sam és Alex csatlakozik Deanhez a laborban, és Clover folytatja a terepmunkát. Most kifértékeny. Ugyan kérlek, a Whoop legjobb ügynökét nem fogja érdekelni egy ilyen srác. Köszönöm, akkor folytatom, amihez a legjobb ügynökök a legjobban értenek. Ázom! Attól tartok, ezzel egy kicsit várnod kell. Senior Starchi megszökött. Szia, Dean! Hello! Mi ez a zümmögő ízé? Nem tudom, de a barátai még csúnyábbnak látszanak. Hol van Dean? Sam? Alex? Elnézést kérek, de még nem fejeztem be a szerkezeteimet. Innen minden tökéletesnek látszik.
Ezért is örülünk annyira, hogy Jerry ide osztott be minket, hogy segítsünk neked. Amit láthatjátok, minden segítségre szükségem van. Talán kezdjük a takarítással. Nem gond. Persze. Los Angeles utcáin délelőtt 9 óra 22 perc. Keresem, pedig már egyszer elkaptam, és egy pláza megnyitóján kéne vendégeskednem. Talán, ha használnád a fedélzeti szerkezeteket, sokkal gyorsabban megtalálnánk. Remek ötlet! Visszatérhetek a legfontosabb dolgokhoz, mint a sütkérezés. Remekül hangzik ez a szuperklassz Ordis atmoszféra analizátor. Úgy tűnik, a célszemély a közvetlen közelünkben van. Nagyszerű! Kapjuk el ezt a kőpasit, és gyorsan zárjuk le ezt az ügyet! Hú! Miért léptél a fékre? Uh-oh. Szenyor Starchi odaragasztotta a kerekeket az aszfalthoz. Ez az alak kezd nagyon bosszantani. Légy olyan jó, és kapd el, amíg felhívom a Whoopot, hogy küldjenek személyzetet. De én csak arra vagyok programozva, hogy segítsek az ügynöknek. Tudod, kávét csináljak, és letagadjalak, ha valaki keres. Mindent egyedül kell csinálnom. Nehéz manapság jó személyzetet találni. Na jó, Starchi, merre bujkálsz? Essünk túl rajta. Hullé! Most már kvittek vagyunk, szenyorita. Mit akar ez jelenteni? Azt jelenti, hogy mivel maga dugott rács mögé, különleges meglepetést tartogatok a számára. Maga kretén! Olé, arriba, arriba! Lányok, adnátok egy mikroadót? Itt az enyém! Lányok, most kaptam vészélet virtuálózótól. Jellemző. Clover már arra se hajlandó, hogy maga jelezzen. Lányok, ez komoly. Starchi megszökött, és Clover feladata elkapni. Ki tudja, milyen veszélybe keveredett. Lehet, hogy Clover egy beképzett bunkó, de attól még a barátnőnk, és segíteni kell rajta. Jó, mentsük a slamasztikából, amibe keverte magát. Várjatok! Mielőtt elmentek, odaadok pár új szerkentyűt. Remek ötlet. Épp jókor. A mindent agyonlapító kesztyű, ebből mindent tudtok róla. A ragasztóköpő szívószál, ez is világos. A szupertáguló májba cukor. És a fekete lyuk vödörjármű, a legújabb közlekedési eszköz. Hú, kezdén, ezek épp jókor jönnek. A Wup felterítés szerint Senior Starchi tanyája a régi tisztítóban van a nyugati oldalon. A fekete lyuk vödörjármű semmi perc alatt odavisz. Ugorjatok! Ezek százszor jobbak, mint amiket Jerry valaha adott. Mosoda délután 4 óra 15 perc. Az én ragasztó 3000-em olyan leckét ad, amit sose felejt el. Nem így kell bánni a Wup legjobb ügynökével. Ez a gyors közlekedés új távlatokat nyit. Igen, jóvá tette, hogy busztal kellett járnunk. Gyere! Nem sokára maga lesz a legmerevebb ügynök. Kivéve persze, ha megtörik a nyomás alatt. Clover, jól vagy? Úgy nézek ki. Szabadítsatok ki, kérlek. Lehet, hogy ki tudunk szabadítani, de ha meggondolom, nagyon goromba voltál velünk. Igen, miattad busztal kellett mennünk, és tiszta rágógumi lettem. Jól van, sajnálom, bocsánat. Ó, de mennyire sajnálja, ahogy az egész világ sajnálni fogja, ha ráteszem a kezemet. Hoppá! Úgy látszik, fennragadt. Maga mekkora egy barom!
Hasta la vista, lányok! Jó szórakozást! Áj! Erre nincs idő! Meg kell menteni Clover! Meg se tudom mozdítani! Hátra! A minden zúzó kesztyű majd megmozdítja! Szép volt, Alex! Már csak azt kell kitalálni, hogy lazítsuk ki Clovert. Ezt próbáld meg! Kösz, lányok! Az adósotok vagyok. Klassz pupposnak nézek ki! Remek! Akkora előnyre tetszert, hogy nem tudom, hogy hogy tudnánk valaha is utolérni. Bízd rám! Biztos vagy benne, Clover? Igen, azt mondtad, a limuzin csak különleges személyek használhatják. Hülyéskedsz! Az én limuzinom a tiétek is. Igen, hurra! Ez a hely tökéletesen megfelel, hogy elkezdjem örökre megbénítani ezt a nyomorékvilágot. Hé, amigo! Emlékszik ránk? Már megint maguk. Azt hiszem, nem voltam elég szigorú magukkal. Nem te semmit. Vigyázz, szakadék! Lányok, ugorjunk! Alex, segítsetek! Ez kemény munka. Most mondom, szenyoritás, még nem láttak semmit. Na jó, kell valami szerkezet, de nagyon gyorsan. Mit szólnál a szuper májva cukorhoz? Azt hiszem, attól függ, mennyire szuper. Na, ez elég szuper lesz. Májva cukor. Ügyes trükk, szenyor. Lássuk, ebből kimenti-e magát. Ahogy oldja. Nem hiszem, hogy jó ötlet volt bíztatni Sam. Olé! Arriba! Arriba! Mi a baj? Túl szoros a verseny maguknak? Könyörtelen alak! Én úgy tudtam, hogy a tisztító alapvetően jó célt szolgál. Ne adjuk föl! Még itt van a ragasztó köpő szívószál. Klassz ketyere! Tereljétek el a figyelmét, én meg a saját eszközével győzöm le. Biztos nem vagy túl vuppos a feladatra? Már mondtam, hogy bocs. Tessék, ez elég védelmet ad a dobócsillagok ellen. Gyerünk! Arriba! Arriba! Látom, kitaláltátok, hogyan védekezzetek a dobócsillagokkal szemben. Lássuk, mit csináltok ezekkel. Ügyes trükk! Fejezzük be egyszer s mindenkorra, jó? Ne! Ne! Clover, megcsináltad! Igazán vuppos voltál! Nem! Együtt voltunk vupposak! Óvatosan a kesztyűvel! Bocs! Hub központ este 9:17. És
És nem csak, hogy a fejembe szállt a dicsőség, de nem bíztam benne, hogy segítetek elkapni a szenyort. Hát, ami azt illeti, egy kicsit elvetetted a súlykot. Szerencsét, hogy hajlandók vagyunk megbocsátani. Csodálatos! Hogy bizonyítsam, mennyire sajnálom, megosztom veletek az irodámat. Azt hiszem, remekül fogjuk érezni magunkat. Az szuper! Bevetés után nagyon ránk fér egy masszázs. Hello, hölgyek! Mi van, Jerry? Az van, Clover, hogy az irodád mától Dean-é, mivel a labor tele van, szüksége volt egy helyre, ahol tervezhet. De ezt nem teheted! Én vagyok a legjobb whoop-ügynök! Elnézést, Clover, remélem megérted. Semmi gond, Dean. Biztos kitalálok valamit, amivel jóvá teheted. Ha nem én találok ki előbb. Segítene, Jerry? Örömmel. Magyar szöveg Csányi Zita és Katona László, hangmérnök Heisler László, gyártásvezető Kovács Marian, szinkronrendező Mauchner József. A szinkront a Jetix megbízásából a Digital Media Services készítette.